Hát nekem nagyon érdekes az a sztori, mert gondolom mindenkinek az, hogy én igazából festőszakra akartam menni eredetileg. Mindig festő akartam lenni, és bátyám festőszakra járt akkor már, amikor én felvételiztem. És én láttam, hogy ő mennyire elhivatott, tehát ő világéletében őszintén festőnek született, és olyan semmi más nem is csinált, csak ezt. És aztán, amikor felvételiztem, akkor bedobta nekem, hogy figyelj, Hugi, van itt egy ilyen szak, hogy intermédia, és hogy te is így mindenbe belekontárkodsz, és magad sem tudod, hogy mit akarsz pontosan csinálni, hogy lehet, hogy meg kéne ezzel próbálkoznod, mert hogy nagyon sok mindennel foglalkoznak, sokrétű. Sokkal több mindenben kipróbálhatom magam, mint akár egy festőszakon, bár mondjuk ez most már nem annyira egyértelmű, mert nagyon sok mindennel foglalkozik. Tehát gyakorlatilag bármilyen szakon, bármivel foglalkozhat. És aztán ilyen lendületből beadtam az intermédiára a jelentkezésemet, és miután beadtam, utána kezdtem el utána olvasgatni, hogy gyakorlatilag mi is ez az egész, hogy hová jelentkeztem, miről szól. Úgyhogy így jött, tehát a felvételét mondjuk piszokmód élveztem, nagyon jó volt. Mai napig úgy gondolok vissza az egész egyetemre, hogy kb. A felvételi időszak volt a a legkreatívabb, meg a leglendületesebb, meg a legpozitívabb. Szóval akkor még nagyon, nagyon tisztán és nagyon lelkesen csináltam a mindent. És nagyon élveztem, jó volt a felvételi. És tök érdekes volt, hogy nem volt versenyszellem. Tehát a felvételit úgy nyomtuk végig, hogy még Garami Ricsiékkel, hogy gyakorlatilag egymásnak segítettünk. Mit tudom én, amikor már így valaki kifutott az időből, a többiek már befejezték, akkor gyorsan segítettünk a többieknek, hogy be tudják fejezni. Ez egész inkább egy ilyen workshop volt, mint felvételi, de abszolút pozitív élmény volt. Igen. Igen. Mondjuk szerintem ez ilyen csodával határos sztori, mert szerintem erős volt a mezőny, meg nem tudom, lehet, hogy csak a létszámba így belepréseltek. Én nem éreztem magam a legjobbnak egyébként. Ez biztos, hogy nagyon, tehát hogy így beletettem apait, anyait, az tény. Vagy lehet, hogy ezt látták, vagy ezt értékelték, hogy nagyon akartam. De aztán kb. Miután felvetek, utána ez a lelkesedés így csapódott is a betonon azonnal. Nem tudom, vagy hát utólag gondolkodtam rá, hogy több minden oka lehetett. Mondjuk abban az időben azt láttam, hogy ez más szakokon is hasonlóképpen volt, tehát hogy sokan küzdöttek ezzel a problémával, hogy felvették őket az egyetemre, főleg mondjuk a sokszorosító grafikán volt még ez probléma, hogy egyszerűen hirtelen talajt vesztettek lettek az emberek. Tehát nekem benne volt a pakliban az is, hogy én egy olyan művészeti suliból jöttem, ahol nagyon erős közösség volt, egy erős szociális háló gyakorlatilag, nagyon családias volt a hangulat, és itt az egyetemen meg teljesen más közeggel találkoztam. Tehát én alapvetően nagyon emocionális ember vagyok, és nagyon naivan is álltam hozzá az egyetemhez. Meg hát kicsit így burokból jöttem ennek köszönhetően, és hát nekem nehéz volt megtalálnom a közös hangot a tanáraimmal. Nem volt egy darab női tanárunk sem, és hát alapvetően az, hogy gyakorlatilag itt egy nagyon erőteljes konceptvonal, vagy konceptuális vonal volt, ami egyébként nagyon sokat segített nekem, nagyon jó hatással volt rám így utólag értékelve, de akkor nagyon nem tudtam ezzel mit kezdeni. Nem tudtam beilleszkedni. Ki volt az a tanárok közelebb állt hozzá? Tanárok közül? Tilma, Zalka, abszolút, akik, de ők amúgy is egy kicsit olyan nyitottabb, barátságosabb emberek, tehát Peternák Miklóssal, Szent Jóbival, Jánossal nehezebben találtam meg a hangot sokáig. És tudom, hogy igyekeztek és szerettek volna
segíteni nekem, de nagyon elzárkoztam. És ráadásul azt gondolom, hogy én túl korán, az akkori agyamhoz képest túl korán kezdtem az egyetemet. Tehát egész egyszerűen nem voltam ráérett. Tehát nem mértem fel, hogy mekkora súlya van ennek, és hogy mit nyerhetek, és mit veszíthetek ezzel az 5x akárhány évvel, amit itt eltölthetek, és nagyon későn realizálódott bennem, hogy mit is várnak el tőlem, és hogy én mit várok el magamtól. És ennyi, hogy rettentően éretlen voltam, és rögtön az elején, ahogy felvettek, belebonyolódtam egy szintén akkor felvett festőfiúval egy ilyen őrületes szerelmi sztorival, ami szintén csak az éretlenségemet bizonyítja, hogy gyakorlatilag ahelyett, hogy minden erőmmel a tanulásra koncentráltam volna, minden erőmmel egy ilyen sehová nem vezető szerelmi sztoriban vergődtem, aminek következtében rohadt sokat lógtam a suliból, és aztán meg is lett az eredménye, évvégén és a sok hiányzásom miatt meg is vágtak. Teljesen jogosan egyébként, mert akkor nagyon meg voltam sértve, fel voltam háborodva, de most így utólag azt gondolom, hogy lehet, hogy az az egy év is kevés volt, amit így emiatt halasztanom kellett. Szóval, hogy több... És akkor újra kellett csinálni a következő évet? A második fél évet igazából. Úgyhogy akkor elmentem dolgozni, és aztán második fél évtől már egy kicsit komolyabban véve magamat álltam neki a tanulásnak, és aztán még egy évet halasztottam én negyedikben. Miért? Hát látod, ezen is gondolkodtam, igazából fogalmam sincs. Szerintem egyszerűen egy elegem volt az elvárásokból, meg túl sok volt rajtam a nyomás, és pihenni akartam, vagy így összeszedni a gondolataimat, hogy merre tovább, hova tartok, mit akarok, de azt az időt sem tudtam kihasználni okosan. Tehát ahelyett, hogy tényleg fogtam volna magam, és elmentem volna külföldre, vagy akkor is dolgoztam, itt voltam Pesten, és valahogy az az érzésem, hogy nagyon sok idő, nagyon sok hasznos idő csúszott ki a kezemből akkoriban. Úgyhogy végülis cakli-pakli 8 év alatt végeztem el az egyetemet. Mi volt ilyen nagy voltak az egyetemben belül, amikor Hát igen, végül is két ilyen fordulópont is volt. Az egyik az amikor lett egy iparos grafikus barátom, és együtt is éltünk nagyon sokáig, és hát valószínűleg az ő hozzáállása, vagy az, amilyen elvárások voltak az iparon, az ő munkájukkal kapcsolatban, vagy teljesítményükkel kapcsolatban, az így átragadt rám is. Tehát, hogy nagyon sokat tanultam tőle, és így abból az ilyen hányaveti káoszból, amiben én nyomtam az egyetemet, így kaptam egy ilyen más perspektívát, hogy lehet ezt máshogy is csinálni. Tehát, hogy mondjuk ők hogyan nyomták az egyetemet, és akkor ez tudom, hogy akkor egy fontos fordulópont volt, mert sokkal jobban oda kezdtem figyelni a részletekre, és jobban oda tettem magam. És a másik fordulópont pedig az ötödév volt mindenféleképpen, amikor vagy csak a diplomára való készülés. Amikor talán a diploma munkám volt az első olyan munkám az egyetem, tehát 2000-ben felvételiztem, és 2008-ban diplomáztam, tehát így 2007-ben éltem meg először azt, és pont a diplomával kapcsolatban, hogy milyen az, amikor annyira beszippant a munka, és annyira beszippant az, amivel foglalkozom, hogy semmi más nem érdekel, és iszonyúan lelkesen csináltam, rengeteg energiát tettem bele, és érdekes mód, tök megváltozott a viszonyom a tanáraimmal is, tehát Miklóssal is, Jánossal is sokat segítettek, és
gyakorlatilag az volt egy ilyen rádöbbenés, hogy ó, baszki, tehát, hogy nyilván nagyon nehéz lehetett valakivel, akiről messziről látszott, hogy valamire nem tudja, hogy mit akar. És hogy mi a francot kezdjél vele, hogy segítsd, merre támogasd, vagy merre mutasd neki utat, ha saját maga sem tudja, hogy mi van. De akkor lehet, hogy itt kellett az időben. Igen, biztos, hogy kellett, csak azért így utólag azt érzem, hogy ez sok volt. Tehát sok időt vesztegettem el, és hogy jobb lett volna, hogyha ezt a sok, nem tudom, vakvágányt már így korábban lepörgöm. Tehát, hogy azt érzem, hogy sok lehetőséget kihagytam az egyetem alatt, amit jó lett volna akkor megragadni. De ettől függetlenül nem, tehát nincsen bennem hiányérzet, meg nincsen bennem rossz érzés, hogy nem lehetett volna másképp, de hát így kellett lennie. Volt egy ilyen érdekesen országos, nem biztos konfliktus, de volt az év olvasói levele. Jaj, igen. Az hogy volt, hogy ott mi történt? Ja, hát... Hát az egy volt a nagyon vicces baklövéseim közül egyébként. Hát az egy nagyon kellemetlen történet volt, vagy csak akkor nagyon szarul értem meg. Most már röhögök rajta igazából, de annyi volt a sztori, hogy akkor így hát ilyen fusi munkákat vállaltam mindenfélét. Volt egy cégünk, amin keresztül számláztunk is, de igazából ebből tartottam fel magam, szüleim nem tudtak támogatni, mit tudom én is. És nem éltünk könnyen, és hát összejött több olyan munka, amiben sok időt fektettem, és egyszerűen nem fizették ki. Tehát így nagyon, nagyon tele volt a tököm konkrétan a helyzettel, és a Léna küldött körbe egy körémélt, amiben benne volt ez a levél gyakorlatilag, és pont ebben a hangulatban így megnyitottam ezt az e-mailt, végigolvastam, és így konkrétan így kirobbant belőlem, hogy ráadásul ez este volt, be is borosztunk, és hát ez a klasszikus ilyen kocsmai hangulatú asztalra csapós megmondás volt, hogy akkor én most itt levezetem a feszkómat. De hát amikor megírtam ezt a levelet, kb. Röhögtem rajta, hogy na hát kíváncsi vagyok, hogy mit fog rá reagálni ez a srác, akiről fogalma sem volt, hogy kicsoda. És így elküldtem ezt az e-mailt neki, és aztán így el is felejtettem. Nem, egy pár napig így vártam, hogy valamit válaszol, de aztán nem történt semmi, és így teljesen el is feledkeztem erről az egészről, és aztán az akkori süspárnapban még ott a Jászain bulisztunk jó pár héttel vagy hónappal később, és bemutattak valakinek, és amikor mondtam a nevem, akkor is lesz, aki felcsillant a szemmel, hogy ó, te vagy az, aki az év olvasói levele a matulán, és néztem, hogy ó, hát ez tök jó, de hogy így miről van szó, hogy milyen év olvasói levele. És akkor elmondta, hogy miről van szó, és akkor én gondoltam, és lefagytam, hogy ó, baszd, nem hiszem el, hogy ezt így beszoktam szó szerint. És persze hazarohantam, megnéztem a matulát, amiről nem is tudtam, hogy létezik. És akkor rájöttem, hogy gyakorlatilag itt ez az egész egy ilyen nihilista röfögés. Tehát, hogy nyilván, hogyha ezt a helyén kezelem, tehát hogy a helyén látom, akkor a helyén kezelem. Tehát, hogy eszembe sem jut erre bármit is reagálni. És aztán ennyi volt. És akkor tudom, hogy akkor nagyon megviselt. Tehát így három napig kb. Így rémeket álmodtam, meg nem tudom, és ilyen szörnyű volt. És soha nem hoztam még magam ilyen helyzetbe. És hát előbb-utóbb mindenkit utolér a végzete, hogyha nagy a pofája, akkor az vissza fog csapni. Úgyhogy ennyi a történet. És azóta találkoztam Bede Mártonnal? Nem, én nem találkoztam a Marcival, viszont az a fiú, akivel akkor együtt éltem, és azóta már nem vagyunk együtt, ő talán egy-két éve nagyon találkozott a Marcival, mindketten nagyon be voltak rúgva, borzasztóan összevesztek, és az a fiú felkente a Marcit a falra konkrétan, és akkor mondta neki, hogy így érti a viccet, meg minden, de hogy azért
Tehát, hogy én nem biztos, hogy az az ember vagyok, akit meg kell hurcolni, tehát aki elkövet egy ilyen hülyeséget, és nem biztos, hogy én az az ember vagyok, aki megérdemli azt, hogy hülyet csinálják magamból gyakorlatilag, és aztán akkor a Marci le is vett a nevem, így utólag mondták, de nem tudom, hogy valami Jelki Petra, vagy milyen hülyeség, valami hülye névre átváltoztatták, de egyébként én írtam nekik utána egy levelet, amiben így gyakorlatilag kifejtem, hogy hát kurvára igazatok van, hogy tényleg hülye voltam, és csatoltam hozzá azt egy-két levelet ehhez a kis nem tudom, reagálásomhoz, csatoltam egy-két levelet, amit viszont én kaptam ezek után a történet után, konkrétan mit tudom én, tanárnénitől, meg szociológustól, meg ilyen arcoktól, ami viszont szintén baromi érdekes volt, hogy tényleg, hogy a hülyeség hogy gyűrűzik lefelé, hogy megjelenik egy idióta cikk, amire egy idióta reagál valami hülyeséget, és ezen még azok is reagálnak rá valami hülyeséget, akik amúgy tudják, hogy miről van szó. És ott kaptam egy hideget, meleget, hogy hát, hogy lehet, hogy valaki, aki művészettel foglalkozik, megengedheti magának, hogy ilyen csúnyán beszéljen, és hogy egyáltalán, hogy tessék? Igen, hogy hát helyettem szégyellik magukat, hogy mit tudom, volt egy csaj, aki hogy ő is művészettel foglalkozik, és hogy kikéri magának a művészet kedvelők nevében, meg nem tudom, ilyenek, ami így érdekes lehetett nekik, de egyébként az volt az érdekes, hogy aztán ezt a levelemet kicsit átfogalmazva más néven tették fel a Matu. Tehát, hogy nem... Azt hiszem, hogy nem akarták csorbítani annak az első levelemnek az élét azzal, hogy hozzácsatolnak valamit, ami egy kicsit, nem is tudom, az személyemet jobban helyre rakja, hogy nem tudom, egy más képet mutathat rólam, úgyhogy más néven tették fel ezt a levelet. Úgyhogy... De a Matuda az azért erről szól. Erről, persze. Ez egy elég, szóval amit te oda csaptál, az is egy elég jó szól, hogyha csak így az ellentétes oldalakat nézzük, akkor azért... Ja, hát, aha, hoztam a Matuda színvonalát, na. Hát, az is, meg hát így, szóval hogy kerekérünk, tehát az egész Nem, ennek most már így megvan a helye a kis lelkemben, szóval ez egyáltalán nem kavar fel, nem probléma. Mert ugye egy ilyen, amit azért javakban is foglalkozik. Igen, egyébként találkoztam, volt egy másik hasonló sztori évekkel később, amikor szintén nagy lelkesedésből nyilatkoztam a Velvetnek, egy munkámmal kapcsolatban, ami hát megint csak a naivitásomat mutatja, hogy szintén akkor sem voltam képben, hogy kiknek nyilatkozok, és hát egy kicsit máshogy sült el, mint ahogy terveztem volna, és érdekes volt, hogy akkor ez már nem, tehát hogy nem csináltam belőle ügyet, és érdekes, hogy találkoztam olyan emberekkel később, akik mindkét sztoriról tudtak, és meg voltak róla győződve, hogy én vérprofin nyomom, hogy én itt kavarom a szart magam körül, és hogy ezt igen, lehetne, vagy hát hajthatnám a saját malmomra is, hogy mit tudom, én bedobok néha ilyen bulvár hülyeségeket, és akkor mindenki rám figyel, de sajnos nem erről van szó, egész egyszerűen hülye voltam, tehát ennyi. Nem mellett pár évvel Igen, lehet. Csak hogy visszatérve az egyetemben, hogy mondtad ezt az ötöd éve, mi volt az a munka, amit csináltál a diplomára? Hát nagyon sokáig bizonytalankodtam, hogy mi legyen a diploma munkám. És már majdnem döntöttem egy téma mellett, ami akkor nagyon jónak mutatkozott, meg azóta is gondolkodom rá, hogy meg kéne csinálni. De aztán végül teljesen véletlenül így az élet elém sodort egy olyan dolgot, ami,
ami mellett nem tudtam elmenni, tehát hogy konkrétan az arcomba vágott valamit, amire egy rögtön ráharaptam, hogy na ez rólam szól, nekem szól. És hát gyakorlatilag ez is egy ilyen szociómeló, amit végül egy ilyen interaktív installációban fogalmaztam meg formailag. Mert hogy munka közben rájöttem, hogy annyira sokrétű, annyira sok minden van benne, hogy képtelenség egy médiumot használni hozzá. És hát ez a Józsik nevet kapta ez a munka, ami két kis öregemberről szólt, akik arra felé laknak, ahonnan én jövök, az Őrségben, akik annak ellenére, hogy nem ismerik egymást, és két különböző faluban élnek, nagyon-nagyon hasonló életük van, nagyon sok a párhuzam a két ember élete között, mind a mellett, hogy az egyikük hithű kommunista, a másikuk pedig jobboldali. És őt meg is hurcolták az ávósok, és meg nagyon sok szörnyűség történt vele. Ennek ellenére gyakorlatilag, mintha egymásnak a tükörképei lettek. És nagyon sok mindenben magamat is felvéltem fedezni az ő életükön keresztül. Sok párhuzamot tudtam vonni a sajátom. Ez még furcsa, hogy tud egy 20 éves lány egy 60-70 éves falusi ember életével párhuzamot vonni, de nagyon együtt tudtam lélegezni az ő életükkel vagy dolgaikkal. És akkor végül is ez lett. Elkezdtem kutatni. Kiderült, hogy egyikük meg is halt közben, tehát amire eljutottam volna hozzá, őt én ismertem korábban, de amire újra eljutottam volna hozzá diplomamunkámmal kapcsolatban, addigra ő meghalt, úgyhogy közben ez egy ilyen kicsit kapott egy ilyen küldetés jelleget is, hogy ő egy ilyen kis hegyi remeteként élt, és közben meg maga mögött hagyott egy rendkívül értékes és érdekes életművet, aminek valahol így emléket is állítottam, meg valahol feldolgoztam. És családdal nagyon jóban lettem, sokat segítettek, nagyon lelkesek voltak, úgyhogy... Ennyi. Hát ez jó kérdés, mert aztán én az egyetem alatt még elkezdtem foglalkozni, vagy elkezdtem együtt dolgozni egy alternatív színházi társulattal, meg másokkal is, és ez így beszippantott igazából. Nagyon szerettem a színházat, és a képzőművészettel szemben nagyon érdekes volt megtapasztalni azt, hogy a befektetett energia gyakorlatilag azonnal megtérül, tehát ez egy ilyen furcsa dolog, hogy amikor csinálsz valamit a színházban, akkor azonnal megkapod a visszajelzéseket, azonnal visszajön az energia, amit kiküldesz az éterbe, és ez nagyon inspiráló, ez nagyon jó. Tehát a képzőművészeti munkáimmal kapcsolatban sokszor tapasztaltam azt, hogy nyilván hát az alap, hogy sokszor nem is méltatják a munkádat, vagy hogyha méltatják is, hogy foglalkoznak is vele, olyan banálisan, felszínesen, hogy gyakorlatilag nagyon érdekes, hogy nemhogy a műélvezők, vagy a galéria látogatók nem veszik a fáradtságot arra, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek ahhoz, amit csináltál, hanem még azok az emberek sem, akiknek ez a feladatuk, tehát hogy konkrétan arról van szó, hogy kiállításokról, munkáimról jelentek meg olyan kritikák vagy cikkek, nem negatívak, pozitívak, vagy tök mindegy, hanem értelmetlen és értetlen megnyilvánulások, amiből azt szűrtem le, hogy még arra sem vették a fáradtságot, hogy a mű mellé kirakott fél oldal A4-es magyarázatot elolvassák. És ez ilyen kicsit ilyen pusztába kiáltott szó érzés, tudod, hogy kurva sok energiát belefektetsz egy munkába, és gyakorlatilag, ha
ha nem ülsz le valakivel így szemtől szembe, és nem mondod el azt, hogy figyelj, és akkor ez úgy volt, és nem tudom, és ez ezért van, és azért van, akkor így konkrétan. Az emberek, sajnos ez így van, hogy az emberek szeretik az Isten dolgokat, tehát ami így elsőre nem villan be, vagy nem dobja magát, akkor kevesen vannak, akik a fáradtságot veszik arra, hogy gondolkodjanak, hogy használják az anyukat. Na mindegy, és ez egy kicsit nekem csalódás volt. És ráadásul mindemellett meg én azért olyan médiumokban alkotok, amit nem lehet pénzét tenni. Vagy én nem tudom a módját, hogy lehet. Tehát lehet, hogy ez nyugaton könnyebben megy, de nálunk mondjuk egy interaktív installációból, hogy lesz kenyér, arról fogalmam sincs. Tehát, és a színház mondjuk egy nagyon jó dolog volt, ezt baromira szerettem, meg most, ha úgy adódik, akkor dolgozom is együtt, most egy lengyel táncos lányjal dolgoztam többször együtt. Tavaly Berlinben voltunk, de például ez a csapat, akikkel itt dolgoztam, ők most gyakorlatilag a túlélésért küzdenek, tehát tudjuk, hogy mi történt, és hát nem tudnak. Ez a Finis a la Comédia nevű kortárs tánc, és ilyen, tehát igazából ilyen kísérleti színház, és hát nagyon nehéz nekik, nincs semmi pénzük, és így nem tudunk dolgozni gyakorlatilag. Úgyhogy aztán írtam, szerkesztettem a Stílus magazinnak tárgydizájn témában évekig, amit szintén nagyon szerettem, tárgydizájn, webdizájn, de hát ott is ez volt, hogy gyakorlatilag az a magazin pedig a tulajdonosnak volt a játszótere, és csak addig tartotta fenn, amíg ez kielégítette, és aztán egyik napról a másikra megszüntette a lapot, úgyhogy ez is megszűnt, és akkor igazából az egyetem után, vagy a diploma után, nem akarok kitérni nagyon ilyen személyes sztorikra, de itt sok szempontból kicsúszott, meg kicsúsztattam a lábam alól a talajt, tehát volt egy vőlegényem, 6 évig együtt éltünk, volt egy közös lakásom, stb. Amikor lediplomáztam utána, anyukám akkor már haldoklott, és akkor én elhagytam ezt a fiút, és hát így nagyon, azt hiszem, hogy gyakorlatilag ez volt a dolog lényege, hogy ott találtam magam, amikor így ez a szikla mász, hogy mászik, és akkor így tart valahova, és egyszer csak felér a szikla tetejére, és rájön, hogy így nincs hová lépni. Tehát így ott vagy egy ilyen méterszer-méteres sziklaormon, és akkor na jó, és akkor innen most hova tovább. És gyakorlatilag ugrottam egy fejest, hogy akkor most mindent előről. És hát tényleg ez is lehet, hogy ott találtam magam mindenféle barátok, mindenféle félszobáiban a bőröndömmel, meg a kutyámmal. És hát baromi nehéz volt az a 2 év, vagy hát 2 év, ami a diploma után jött. Ugye nem volt már egyetem, nem volt már meg az a háló sem, nem volt meg a családi háttér, nem volt meg semmi. És hát nem volt munkám. És akkor döntöttem úgy, hogy hát akkor még megvolt a BT-m, de hát sokszor hát ez a nagy magyar valóság, sokszor a járulékok kifizetése az így több volt, mint amennyit abban a hónapban leszámláztam. És akkor megszabadultam a BT-től, és akkor azt mondtam, hogy hát, hogy most jött el ez a pillanat, amikor olyan munka kell, amit így megcsinálják, és így azonnal leteszik a pénzt. Tehát és hát így 2 dolog jutott eszembe, hogy az egyik a kurva, a másik pedig a tetoválás, ami, és hát értelemszerűen belevágtam a tetoválásba. És akkor most jelenleg ebből élek. De hát amúgy most az elmúlt 2 évben már tök jól vagyok. Baromi jól vagyok, úgyhogy az elmúlt 2 évben az így nagyon, nagyon minden arra felé tart, amerre tartania kell, és így nagyon sok minden helyre került bennem, akár az intermédiával, az egyetemmel kapcsolatban is, vagy korábbi életemmel kapcsolatban, hogy így
hol hibáztam. Anyukám halála miatt is sok, mindent, sok mindenben kellett számot vetnem magammal. És hát, hogy nyilván a témával kapcsolatban, hogy a képzőművészetnek mi a szerepe az életemben, most azon felül, hogy élvezetből alkotok, vagy hogy végre, vagy újra megtaláltam az örömet az alkotásban, ami mondjuk az egyetem alatt erősen megcsappant. Tehát ott nagyon... Sajnos nem tudom, hogy mások hogy vannak ezzel, de engem megnyomorított ez az állandó megfelelni vágyás, meg igen, hogy képzelt vagy valós elvárások, de inkább azt gondolom most utólag, hogy sok képzelt elvárásnak való megfelelés az így az alkotás örömét így teljesen megölte akkor, és így igazából ez az, amit láttam másoknál is akkoriban az egyetemen. Mennyi időt jut egyáltalán alkotni, mert csinálni? Sok. Sok. Uh-huh. De erről már, tehát hogy ilyen ambícióim nincsenek már, hogy én most mit tudom én, milyen képzőművészeti karriert akarok befutni, tehát azt gondolom, hogy szeretek alkotni, és fogok is, és mindig fogok, és hogyha ennek lesz valahol helye, és lesz valahol befogadó szemekre, vagy fülekre, vagy szívre talál, akkor az tök jó, ha nem. Tehát, hogy nincsen már bennem ez a kényszer, aminek baromira örülök egyébként. Valószínűleg ennek köszönhetően, vagy emiatt nem is leszek profi, vagy hivatásos, vagy mit tudom én, képzőművész. Bár aztán a fene tudja, hogy így. Amilyen fordulatokat vesz állandóan az életem, az utolsó kiállításom. Ez a dolog, hogy meg tudtad mutatni magad, vagy valamit láttad meg? Hát tavaly volt Miskolcon Horváth Gábor festőművész barátunknak, aki meghalt sajnos, retrospektív kiállítása, és ott neki csináltam egy munkát, egy installációt, vagy egy objektet, meg évelején még a stúdiós kiállítás volt, de igazából az egész évem arra ment el, hogy ezt a kis stúdiót beindítsam úgy, hogy meg tudjak belőle élni. Úgyhogy ez viszont sikerült, hogy most érzem azt, hogy éppen most vettem egy öreg szmenát, és most így baromira be vagyok lelkesedve, és most újra el akarok kezdeni fotózni, amit szintén abba hagytam pár éve. Úgyhogy nem tudom, ezek ilyen hullámokban jönnek, tehát én nem vagyok egy ilyen nagyon produktív művész, nem vagyok olyan, mint a Buddha Tomi például, aki folyamatosan állandóan bármit csinál, valami kijön a kezei közül. Nem tudom, talán lehet, hogy ez amiatt is van, mert nő vagyok, hogy úgy az élet, meg az élet dolgai engem jobban bekeveleznek, tehát az elmúlt két évben, vagy ötször költöztem például, és akkor egy ilyen költözés is engem teljesen beszív magában, mert egy nő nem költözik, tehát így nem átpakolja a cuccait A pontból B pontba, hanem így otthont teremt, ami mondjuk megint itt tök sok energia, meg kreativitás, meg ilyenek. Szóval... Mi az, ahogy el szeretném mondjuk képzelni magad egy 5-10 évben? Hát... Már leszoktam arról egyébként, hogy hosszú távra fantáziáljak. Ez egyébként mindig probléma volt az életemben, hogy én nagyon, nagyon el tudtam veszni az álomvilágomban, hogy én alapvetően egy ilyen álmodozó ember vagyok, és mindig elképzeltem magam elé valamit, hogy akkor most ez lesz, és az lesz, és nem tudom, és aztán persze soha semmi nem úgy jött össze, ahogy szerettem volna, hála a jó égnek egyébként, tehát mennyire kurva unalmas lett volna. De nincs, most pont azon vagyok egyébként, most már egy ideje, hogy ne legyenek ilyen prekoncepcióim, hogy nem,
hogy egyszerűen csak így fogadjam azt, ami jön, és engedjem el, ami menni akar, és kész. És emiatt sokkal kiegyensúlyozottabb is vagyok az elmúlt időben. De nem tudom, hogy mit fog hozni az élet. Azt remélem. Azt mondjuk látom 5-10 év múlva, tehát, hogy családanyaként mindenféleképpen szeretném látni magam. De meg hát azért szeretném a tetoválást is megőrizni. Hosszú távon azért nem így képzelem a tetoválás szerepét az életemben, mint ahogy most csinálom. Tehát most még egy tanulási fázisban vagyok. Meg azért most már meg is tudok belőle élni, de hát azért ez nyilván nem elégít ki engem. Tehát most per pillanat ez azért még kuli munka. Ami tök jó, mert élvezem, mert embereket találkozom, fiatalokkal, mit tudom én, minden munka más és más, minden ember más, és ez egy tök szabad dolog. Emellett meg baromi nagy adag önfegyelmet, meg türelmet, meg kitartást tanított nekem. Tehát ez az első olyan dolog az életemben, amit így igazán komolyan csinálok, és nem adtam fel. És itt vannak ezzel kapcsolatban terveim, hogy szeretném átalakítani. Nem feltétlenül kiszolgálóként szeretnék tetoválni hosszú távon. Szeretném megtalálni a tetoválásnak azokat az aspektusait, amiben össze lehet fonni, bele lehet fonni a képzőművészetbe. Tehát, hogy maga tetoválás az most nyilván sok példát tudunk már, tehát sok nem is olyan sok, de azért jó pár képzőművész használja, mint eszköz, mint médiumot a tetoválást. De azért szerintem ez még egy nagyon kiaknázatlan terület. Tehát most nem azt gondolom, hogy én leszek most ennek az úttörője, és aztán hogy megcsinálom a nagyon tutit, de alapvetően az én agyom nem úgy jár, hogy én, tehát én nem pillangókat és nem tudom miket akarok tetoválni éveken keresztül. Tehát rohadt fontos, hogy megcsináljam. Nagyon sok minden miatt, nyilván a szakmai rendi alázat miatt is, szakmai tudás miatt, hogy megtanuljam. Tehát a rajzon is úgy kezdtünk, hogy kockákat rajzoltunk és köcsönöket. De azért másra szeretném. Tehát én azt gondolom, hogy az emberi testben és ebben a fajta kommunikációban azért nagyon sok minden van, amit érdemes kiaknázni. Úgyhogy neked jó lenne tanítani is. Tehát, igen. Majd idővel. Tehát azért nem úgy képzelem magam, hogy én leszek majd a, nem tudom, a rock nagymami, aki 50 évesen még itt ilyen kis 20 éves csipriket fog tetoválni. Tehát bár aztán ki tudja, hogy mi lesz, de én szeretném inkább erre felé vinni a dolgot, hogy most is sokan megkeresnek, de még nincs rá szabad kapacitásom. Egy iparos designer lányt tanítok most, de őt is azért, mert ő az egyetlen olyan ember a környezetemben, és úgy unblock a tetoválók között, és így ebben a tetováló közösségben, vagy közegben, amiben én egyébként nem veszek részt, aki művészeti oldalról közelíti meg. Tehát ő is most fog diplomázni az iparon, és egy teljesen más szemlélettel áll hozzá. Tehát én nem iparmunkásokat szeretnék, és ő azt gondolom, hogy ő egy olyan ember, akivel hosszú távon lehet, hogy lehetne közösen gondolkodni ezen, és lehetne együtt működni, és tényleg nem fullad bele a kínai sárkányok, nem tudom, tetoválásába ez az egész. Köszönöm szépen! Én köszönöm!